Szeptemberben hazai pályán 6-0-ra győzött a Ferencváros a Szent Mihály ellen, Szegeden pedig a Fradi számított ezúttal is az esélyesebbnek ebben a párosításban. Ehhez mérten jobban kezdtek a zöldfehérek, és Csányi Diana már a negyedik percben veszélyeztetett, de a lövése végül nem találta el a kaput. A 10. percben viszont már a másik oldalon Ivana Trubajevics lépett ki, majd játszotta meg Sovány Dorinát, de Bartiluca kiválóan mozdult ki a kapujából, így bravúrral hárított. A 33. percben aztán Csányi adta be balról a labdát, Lada Kubasova próbálkozását pedig Anastasiya Kresztovics védte. Ahogyan 2 perccel később megfogta Papp Luca távoli bombáját is. Majd a 37. percben önfeláldozóan mentett Kubasova elől is, ahogyan az első félidő ráadásában megmentette Futaki Fruzsinát és ezáltal a Szent Mihályt is egy öngóltól. És Krestovich megfogta Jaden Edwards távoli löketét is. A szünetben így 0-0 volt az állás. Pedig a 9. szegediek nem okoztak meglepetést a Fradinak, mégsem vezetett az éllovas. Készültünk rá, hogy főleg a kontrákra fognak játszani, úgy készültünk, hogy mi fogjuk uralni a játékot, nekünk lesz a labdabirtoklási előnyünk, és mindig ez van minden csapatnál, hogy kontrákra játszanak ellenünk, és erre mindig fel vagyunk készülve. A 49. percben aztán megtört a jég. Elizabeth Hubbard szerzett labdát Milena Knezevics-től, és Kubasova áttövését már nem tudta hárítani Krestovich. 0-1. Az 57. percben Edwards fejesen megpattant középen Onódi van Esszán, de Krestovich ismét hatalmasat védett. Majd a 68. percben Edwards indította tökéletesen Kubasovát, aki viszont fölé emelte a labdát. 2 perccel később pedig Krestovich megint védett Csányi lövése után. A 76. percben azonban már nem tudott hárítani a hazaiak kapusa. Csányi, Nagy Viktória, Kubasova volt a labdaútja, 0-2. A 79. percben aztán Diószegi Fanni szólója után ismét álltak Krestovich sarat. A második félidőben futószalaggal jöttek a vendéghelyzetek. A második félidőben kicsit alább hagytunk, már nem volt nagyon sok energiánk, és a Fradi tudott még helyzeteket kihasználni, nekünk nem sikerültek sajnos. Nem nagyon, inkább a védekezésre koncentráltunk már ott a végén. A 82. percben előbb átlövésből nem talált el a kaput Edwards. Majd a 87. percben szabadrugásból vétette el azt. Egy perccel később viszont már csak összehozta a maga gólját a meccsen az amerikai játékos is, 0-3-ra alakította az állást. A gólpassz Diószegié volt. Majd volt még 2 helyzete Edwardsnak, de újabb gól már nem született a mérkőzésen. Így a végeredmény Szent Mihály Ferencváros 0-3. A legfontosabb, hogy teljesítettük a célunkat és megszereztük a 3 pontot. Az első félidő nem úgy alakult, ahogy elterveztük, mert remekül védekezett az ellenfél, de a második játékrészben már gyorsabban járattuk a labdát, és miután belőttük az első gólt, már sokkal könnyebben jött a többi találat is. Always difficult to score. Fizikálisan döntött ez a végeredmény. Azt gondolom, hogy mindent megtettünk, amit csak lehetett, és mindenki maximálisat próbálta nyújtani. A szerencsé is közrejátszott, és az, hogy elhiggyük, hogy tényleg van itt keresnivalónk, és szerintem hinni kell abban továbbra is, hogy bármi megtörténhet még ebben a bajnokságban. Jobb játékosaim vannak, illetve hogy a másik fél időben próbáltunk még egyet rákapcsolni, mert az első fél időben is megvoltak a helyzeteink, a másodikban, hogy megtörtük, utána már tudtuk, hogy könnyebb lesz. Lehetett volna akár több is, de egy hét alatt ez a harmadik mérkőzés, amit játszottunk. Az első fél idő az helyek közel rendben volt, Volt két kontratámadásunk, amiből rúghattunk volna két gólt, nem sikerült. Másik fél időben pedig volt egy nagy egyéni hibánk ugye az első gólnál, és onnan úgy láttam, hogy összeestünk, és nem tudtunk már komolyabb ellenállást nyújtani a Fradinak. Győzelmével a Fradi továbbra is éllovas, míg a Szent Mihály a 9. a tabellán.